Azért lépjünk tovább, hogy a bónusz témánkra még jusson idő, mert hogy ez is bejárta a sajtót, tudják, arról a fotóról beszélek, amit Fekete Győr András, a Momentum politikusa osztott meg, ahogy cipősdobozba ajándékokat pakol, és a 3 hetes kisfia babahordozóban rá van kötve. Már olvastam egy olyan megfogalmazást ezzel kapcsolatban, hogy ez a kispapa shaming, ugye a body shaming mintájára, hogy, hát, hogy megszégyenítő kijelentést tett Rákai Filip ezt a képet megosztva, mert hogy a Fidesz, mondjuk így, hogy influencer, ez így pontos titulus szerintetek? Propagandista, valami kitartott influencer. Úgy osztotta meg, hogy szép új világ, és egy ilyen sírva nevetős emotikonnal egészítette ki. Dőltek a kommentek, akkor levette, aztán betelefonált Bolgár Györgyhöz, és akkor elmondta, hogy ő nem arról beszélt, hogy ez ciki, és hogy egy apuka ne közelítsen így a kisfiához, ami mellett egyébként Novák Katalin is kiállt, hogy mennyire fontos ez a testi kontextus vagy közelség, hanem azt mondta Rákai Filip, hogy például arra gondolt, hogy milyen fura, hogy korábban még Magyarország miniszterelnök jelöltjeként szerepelt tavasszal, most pedig mekkorát fordult a világ, de vagy hogy máskor milyen keményen akkor még nem volt gyereke. Most meg igen. Hát mert a szőrbátor Robin bátran elfutott. Szerintem ő nagyon-nagyon félre gondolta ezt az egész történetet, tehát az, hogy egy apa. Tehát nekem is vannak gyerekeim, és annak idején fiam, lányaim kapcsán is rendszeresen ez egy jó eszköz, és egyszerűen amikor cipekednem kellett például, akkor nagyon jó, hogyha az ember igen. itt van. Tehát ha hátadon viszed a gyereket, akkor nem egyrészt látod. Nem látom, így van. Másrészt például, ha elalszik, akkor az egy elég jó dolog, amikor így percenként kocolja le ugye a tarkómat, ami azért egy idő után elég idegesítő, és ténylegesen így van, hogy kontroll alatt most jó értelemben tartod a gyereket, mert itt van. Itt van előtted. Van, aki a pszichológus ezt ilyen kötődő nevelésként, a biztonságpolitikai szakértőnek kontroll. Igen, de tényleg, hát, hogy látom, hogy mi van a gyerekkel, és közben tudok cipekedni. Uh-huh. Igen, és például rendszeresen, rendszeresen ugye a fiam, tehát, hogy hallotta, hogy dobog a szívem, el tudott aludni rá. Ennyi. Ez szuper. Én egyébként lehet, hogy ez nem szép, hogy ilyet mondok. Én roppant hálás vagyok Rákainak, mert annyi gyönyörű fotó jött le a Facebookon, annyi kedves apát, cuki gyereket láttam, hogy tényleg ez egy üdítő dolog volt. Szóval itt ehelyütt mondok neki köszönetet, ennélkül nem láttam volna ennyi klassz politikust, családapát, üzletembert, fantasztikus volt. Nem tudom, nekem gyors véleményem van ehhez a kérdéshez. Nem tudom, Péter, még elérhető neked a lista? Mindenféle fontosabb témákról? Tehát konkrétan, jó, Rákai Filip Gáz, ami hülyeségeket beszél, mindezt marhasok közpénzből csinálja, és láthatóan megint most ő lett a Soros. Mert látható... Jó, de ez most egy öngól volt. Nem? Igen, azért mondom, hogy láthatóan ő lett a Soros, most ő rá, Novák Katalin is ellene fordult, mindenki, készpassz. Viszont ez jogosan olyan téma, amiről szerintem túl sokat beszélünk azóta is. Még kit érdekel, hogy Rákai Filip hülyeségeket beszél? Engedjük el a fenébe, én legalábbis elengedném. Ennyi volt a mondandóm ehhez a témához összesen. Egyébként szerintem abból a szempontból nem mindegy, hogy nyilvánvalóan az ő politikai beállítottsága az teljesen egyértelmű, és a családbarát kormánynak az egyik fő gondolatformálója nevet azon, hogy egy apa törődik a gyerekével, mert bármit mond... Nem hívnám gondolatformálónak. Oké, tehát nyilván nem ezen nevetett, de ugye ez utólagos magyarázkodás, és mondjuk nem a szép új világ jelző alatt nyilván arra utalt, hogy gyakorlatilag mennyire férfiatlan, hogy valaki a gyermekét kötődő neveléssel neveli. Igen, de joga van hülyének lenni. Igen. A probléma az, hogy amit említettünk, hogy Ez is egy dolog, de az, hogy utána betelefonál Bolgár Györgyhöz. Nagyon gáz. Ami mi szüksége van erre? Tehát én nagyon tisztelem Bolgár Györgyöt, semmi kifogásom nincs elő. Ő szokott engem hívni, amikor ő valamiről akar beszélni, és ez megtisztelőnek érzem. Én még soha nem éreztem szükségét. Hogy te hív föl. Igen, pedig voltam már olyan csúnya helyzetekben az elmúlt években, amikor szívesen felhívtam volna Bolgár Györgyöt, hogy elmagyarázzam. De nem lehet véletlen, hogy valaki hirtelen Bolgár Györgyöt fel akar hívni. De miért? Tehát, hogy azért azt állította, hogy a... De miért Bolgár György hallgató közönségének? Mert a gyűlölet cunami. Azt mondta, hogy az ellene irányuló gyűlölet cunami ellen. De elmagyarázhatta volna a saját felületein, a saját műsorokban. Tehát, hogy miért kellett ott elmondani? Nem tudom.
Azért, hogy tematizálja az ellenzéki közbeszédet, hogy erről a hülyeségről beszéljenek az ellenzékiek, és Bolgár György is erről a hülyeségről beszéljen. Az ő mozgása. Nem tudom. Szerintem szimplán megijedt. Mitől? Attól, amit kapott. Bolgár György hallgatóitól. Hát eddig nem ijedt meg tőlük, akkor Tamás, most miért tette volna? Nem Tamás, a fejére, egyszerűen a fejére koppintottak, hogy mit marháskodsz te, hogy lehet ilyen hülyeséget ez leírni, azonnal hív föl a Bolgárt, és menj ki magad. Hát Bolgár György hallgatóinál akkor se tudja kimenteni magát, erre gondoltam, a fejtetére áll. Igen, tehát, hogy ott... Hátha. De nem, ez arról van szó, hogy Bolgár György is beszéljen erről. Egyre kevesebb ellenzéki médiafelület is szóljon arról, hogy Rákai Filip megszaggatja magát. Mert még Novák Katalin is azt mondta, hogy nincs igaza. Tehát ez a beterítése a kommunikációs térnek azzal a narratívával, amit ők akarnak, hogy ott legyen, de... és én is hülye vagyok, hogy még mindig előbb. Hogy ezt az megmondtam az előbb, hogy nem fogok. De akkor szerintem... Akkor megadtuk magunkat, és minket is beterített most ez a téma, és ezzel el is ment a műsoridő. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Önöknek is köszönjük szépen a figyelmet. Jövünk jövő héten is, meg majd új évkor is, úgyhogy tartsanak velünk, szép estét, vigyázzatok.